Áldás békesség minden időben. Szeretettel köszöntök mindenkit, egy rövid fohászt hallgassunk meg, kérünk mindenható hogy küldel a fiad lelkét, legyen itt velünk, és nyissa meg az elménket, nyissa meg a szívünket, hogy a te igédre, a testélet igére, és a róla tanúskodó írott tudjunk figyelni. Ámen. Pálapostolnak a Korintusiakhoz írt második leveléből szeretnék felolvasni egy sort. Így hangzik: mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket. Azzal szeretném kezdeni, hogyha egy ismert hazudozó ígéretet tesz valamire, akkor csak kevesen fogják készpénznek venni a szavait. Ha egy barátunk, akiben megbízunk, valami olyat ígér, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor minimum skeptikusak leszünk. De ha Isten ígér meg valamit, ő, aki nem képes hazudni, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, ha a saját nevét adja az ígéretéhez, a maga hírnevét, ahhoz, amit megígér, akkor abban higgyük el, hogy száz százalékig megbízhatunk. A 2 Korintus 7.1 megszentelődésre hív az imént felolvasott ige szakasz, és ez az ige szerint Isten változhatatlan, tévedhetetlen ígéretein alapszik, és azon, hogy ő a maga vérét adta, értünk. Pál nyilvánvalóan azokra az ígéretekre utal, amelyeket egyébként a második korintusi levél a hatodik fejezetében említ, illetve annak végén, hogy Isten biztosít minket afelől, hogy közöttünk fog lakozni, hogy közöttünk fog járni, hogy ő ami Istenünk lesz, és mi örökre az ő népe leszünk, hogy magához fogad bennünket, hogy fiainak és lányainak neveztetünk. De most, ha vala létezett jók arra, hogy egy buzdítást kövessünk, és azt megéljük a gyakorlatban, és megtapasztaljuk a valódi életben, akkor a mindig igaz, szuverén Isten megmentő kegyelme azt hiszem igazán jók erre. Ő megszentelt minket, és elkülönítette maga számára, ezt olvassuk a Szentírásban. Ezért nevezik mindazokat, akik hisznek benne Isten templomának, akiben maga a Szentlélek lakik. Pál arra vonatkozó felszólítása, hogy tisztítsuk meg magunkat a test és a lélek minden szennyétől, nyilvánvalóan elsősorban az első századi korintusi keresztényekre vonatkozott, sőt egy-egy felszólítása direkt rájuk, mire gondolok, elsősorban az akkori pogány vallásosság rituáléira gondol, azt mondja nekik Pál Pálapostól, hogy ebben ne vegyenek részt, így, hogy már megtisztítattak, ebből vonuljanak ki ezek a rituálék az akkori pogány istentisztelet szerves részét képezték. Tehát ilyen értelemben rájuk vonatkozik, de az elv, ami a buzdítás, ami a felszólítás mögött van, számunkra ma, hiszem azt, ugyanúgy releváns, mint annó a korintusiak számára. A pál felszólításának a fókuszában két dolog áll, először is a mi, másodszor pedig a hogyan. Az első kérdésre, a mire adott válasz is két részből áll, Először is meg kell tisztítanunk magunkat minden szennyeződéstől, a testünket és a lelkünket. Másodszor, ezt mondja az apostol, teljessé kell tenni a megszentelődésünket. Vegyük őket sorra egymás után. Ugye a szenny az egy egészen durva kifejezés, valami visszataszítóra utal. Amikor ezt a szót halljuk, hogy szenny valami, olyan dolog jut teszünk be, amire nem szívesen gondolunk. Például egy tiszta ruhadarabon megjelenik egy folt. Lelki szemeink előtt meg is jelenhet. Vagy átvitt értelemben valamilyen erkölcsi tisztátalanság, valami szégyenteljes, valami gyalázatos. Természetesen fontos emlékeznünk arra, amikor tisztátalanságról beszélünk, vagy szennyről erkölcsi értelemben, hogy nem mindenki fogadja el a mai világban, hogy létezik egyáltalán ilyen szennyeződés, nem mindenki hiszi, ugyanis nem mindenki fogadja el Isten abszolút morális mércéjét, ezért az attól való elhajlás sem ismeri fel, ezért az erkölcsi elferdülések sem tűnnek fel sokak számára. Igazából a szenny bármi lehet, amit érzékelünk, amit kimondunk, amiben részt veszünk, és ami minden esetben méltatlan ahhoz a személyhez, akiben Isten lelke lakozik. Ahhoz, aki azt állítja, hogy neki Isten az atya, és a Názáreti Jézus Krisztus az Ura és a testvére. De nem is kell ezt külön részletezni, nem is akarom, nem kell konkrétan megemlíteni dolgokat, mert mindenki ismeri a Szentírás és a saját lelkismerete alapján, nem beszélve a józan eszünkről és a tapasztalatainkról, hogy mik azok a dolgok, amelyek beszennyeznek, és mik azok, amelyek nem. Pál azt mondja, hogy mindazt, ami árnyékot vet a keresztény tisztaságra, azt fel kell adni, ez nem törvényeskedés, ez nem legalizmus, hanem buzgó, iparkodó eltökéltség, amely arra irányul, hogy Krisztus természetét szóban és tettben bemutassuk, mások eléjük, Megéljük. És ez mindenre kiterjed, ez kiterjed a testre és kiterjed a lélekre is. A testet és a lelket tisztán kell tartanunk. A szó egyébként, ami a magyar nyelvű bibliánkban szerepel, ugye testként fordítja, a magyar, az a görögben a szarks, az új szövetségben ez az általános fogalom a hústestre. Pálnále fogalom egyébként nem mindig pejoratív értelemben kerül elő, így sem. Pál nem állítja szembe itt a testet a lélekkel, nincs antitézis közöttük, hanem kiegészíti a kettő egymást. Az emberi személy külső és belső aspektusait fogja össze, mind a fizikai, mind a pszichikai, mind a szellemi alkotó elemeit, tehát az egész személyiségünket kell tisztán tartani. A kérdés persze az, hogy ez hogyan történik, hogyan megy végbe a megtisztítás, vagy ahogy egy másik fordítás írja, hogyan őrizkedjünk mindattól, amit a test, amit, ami beszennyezi a testünket és a lelkünket. Szemben a széles körben elterjedt gondolattal ez végbe mehet anélkül is, sőt, így is megy végbe a keresztények esetében, hogy teljesen elszeparálódnának, kivonulnának a, körült, a körülöttük lévő világból, vagy elhatárolódnának a világban élőktől. Például az ószövetségi Dániel proféta egy idegen országban a korrupt és pogány vallású babiloni birodalom kellős közepén élt úgy, hogy spirituálisan tudta magát tisztán tartani a társaival együtt. Pál egy másik levélben, ugyanezt várja el egyébként a Filippiben élő keresztényektől, ezt mondja, fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Ugyanezt mondja Pál egyébként az alapigénkben, és amit felolvastam, csak más szavakkal, tegyük teljesé a megszentelődésünket. Ez egy olyan folyamat, amihez csak a Krisztusban, Krisztus áldozatában megtapasztalt kegyelem adhat erőt az embereknek, nekünk. Egy olyan folyamat, amely pár szerint akkor ér véget, amikor fizikai értelemben meghalunk, vagy akkor, amikor Krisztus látható módon testben visszatér. Talán látjuk már, hogy mit jelent a megszentelődésünk, most nézzük meg, hogy ez hogyan történik. Pál azt mondja, tegyük teljesé megszentelődésünket, hogyan? Pál válasza Istenfélelemben. Mire utal ez? Ez egy atmoszférára utal az Istenfélelem, amiben élnünk kell? Vagy ez az oka annak, amiért nekünk meg kell tisztítani magunkat? Az Istenfélelem egyáltalán mit jelent a Bibliában? Az Istennel szembeli tiszteletteljes hódolat és nem remegés sok mindent jelenthet ez és sok árnyalata lehet, de az a lényeg, hogy Pál apostolt egy intenzív Istenfélelem jellemezte, Isten hódolat teljes tisztelete, Pál szolgálatának egyik legfontosabb faktora az volt az Istenfélelem, emiatt hirdette Isten igéjét, emiatt akart másokat meggyőzni, hogy higgyenek az Evangéliumban, annak tudata nevezetesen, hogy egy nap minden ember kivétel nélkül meg fog jelenni Krisztus ítélőszéke előtt. Többek között ez motiválta őt abban, hogy minden erejével ismertet, ismerté tegye ezt a jó hírt mások számára. Azzal szeretném zárni, hogy sokak számára a megszentelődés és a szentség ö, ö, egy szürke, örömtelen, boldogtalan dolognak tűnik. Már a fogalmak is ilyen asszociációkat keltenek bennünk, mint ha valami folyamatos lemondás lenne az, hogy mit ne tegyünk, hova ne menjünk, mit ne mondjunk de a Bibliában a megszentelődés egy jó és csodálatos dolog, amikor elváltozunk Krisztus ábrázatára, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy ő szeretne, azt mondjuk, amit ő szerente, és ahhoz vonzódjunk, ami ez Krisztus, Krisztusi lelkülettel vonzódik. Ha mindez elképesztően nehéznek és megterhelőnek tűnik, akkor emlékeztessük magunkat arra, hogy ez az élet milyen alapokon nyugszik Isten megváltozhatatlan ígéretein. Ámen. Minden időben Áldás, békesség!